esti webkonferencia Bosszankodások margójára címet kapta, ugyanis, hát ahogy én megnéztem, a legmegnézettebb webkonferencia előadás az a Bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye. Most már túl van az 50 ezredik megtekintésen is, és tudjuk, hogy ezt a karantén alatt tavaly tavasszal készítettem ezt az előadást, hip-hop összeszedtem, ami akkor így hirtelen az eszembe jutott, mert ugye akkor 54 napon át minden nap volt webkonferencia, és hát vannak a leggyakoribb dolgok benne vannak ebben a 12 biológiai következményben, de vannak még egyéb finomságok, kérem szépen, olyan kicsi finomságok, amik nagyon ritkán jönnek elő, és van, amikor azt mondják, hogy ez örökletes, van olyan, ami életveszélyes, és gondoltam, hogy akkor legyen kerek a történet, a Bosszankodások margójára egy kis kiegészítést még betennék, és hát azoknak, akik szeretik ezt az egész témát, úgy Cuzámen mindenestől megismerni. Azért jó ezt megismerni, mert látni fogjuk, hogy a biológiai hatásmechanizmus, hogy így mondjam, az mindig ugyanaz. Tehát vagy megoldom, vagy nem oldom meg a konfliktust érzelmileg, s ha nem oldom meg érzelmileg, akkor hú, akkor jönnek a krónikus lefolyások. Nos, akkor nézzük meg, hogy mitől is tudunk megbetegedni, mert gondolom mindenkit érdekel, mindenki tök egészséges itt a több száz hallgató közül, és most már mindenkit az érdekel, hogy hogy lehetne egy kicsit megbetegedni, mert már régen voltunk orvosi rendelőben, és akkor jó lenne ott egy kicsit beszélgetni a váróban többiekkel. Szóval vannak fizikai tényezők. Ezek azok, amik a mi toxikus világunkból érkeznek, és ide tartozik, hogy milyen táplálékot fogyasztok, milyen mérgezéseknek, milyen sugárzásoknak teszem ki a testemek, meg hát a balesetek, amelyekről azért tudjuk, gyanítjuk, hogy azok nem véletlenek, mert azért egy-egy baleset az egy sorsfordulót is jelenthetne az életünkben, ha úgy gondolnánk rá, és nem ragadnánk benne a konfliktusba, és azért, ha egy baleset után én leírom magamat, akkor annak már a második B, a biológiai konfliktusok csoportjába is lesz következménye, mert ugye, hogy hogy reagálok a mindennapi kihívásokra, a váratlan eseményekre, ez kérem szépen ki fog hatni a biológiai működésünkre, mégpedig az agy közvetítésével, hát ez a germán gyógytudománynak a lényege. És azért, amit mindig a legsúlyosabbnak tartok, és nem győzöm felhívni a figyelmet rá, az kérem szépen a C pont, az önsorsontó hiedelmeink. Ez egyszerűen döbbenetes, hogy mennyire meghatározza a gondolkodásunkat, a viselkedésünket, és ebből adódóan a sorsunkat, mindaz, ami velünk történik. A viselkedés nagyon-nagyon fontos befolyásoló tényező, és ezért lényeges az önsorsontó hiedelmeknek az átírása, mindaz, amik ugye a tanult ismeretek, ide jönnek a tévhitek, a tabuk és a titkok. Ez tessenek megérteni, hogy nagyon fontos tényezője a megbetegedésnek, de látni fogjuk, hogy hogyan és miként. Mi az, ami nem tartozik tehát a germán gyógytudomány tárgykörébe? Nyilván a hiánybetegségek, az egyoldalú táplálkozásból származó betegségek, mérgezések, balesetek, amit ezt mondtam. Ide jönnek még be ugye az orvosi műhibák által okozott egészségkárosodások, mert ezt nem lehet kihagyni. A sugárzások okozta egészségromlás, és van itt egy utolsó pont, egy egyéb környezeti tényezők, és akkor ezt most nem másszak bele, hogy itt miként befolyásolják tudatosan a környezetünket, a magasból, a mélyből, minden irányból, csupán azért, hogy ne maradjunk egészségesek, mert ugye hát kinek érdeke az, hogy egészséges legyen valaki, nyilván csak az egyénnek az érdeke, ha mindenki egészséges, akkor szegény gyógyszeripar csődbe megy. Szóval a természet működését, ha megfigyeljük, akkor ott rendet fogunk találni. És mindig örülök,
annak a rendnek, ami megfigyelhető a természetben, mert ott hierarchia van, ezt látni fogjuk az emberi test felépítésében is, és ez az, ami biztosítja ennek a biológiai testnek a túlélését. Hammer doktor volt az, aki 81 és 94 között öt természettörvényben meghatározta a természet működésnek biológiai törvényeit. Első törvény meghatározza tehát az okot, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, amit úgy rövidítünk, hogy EBK. Ezt mi eddig betegségnek neveztük. A betegségnek nevezett rész csak a része annak az értelmes biológiai különprogramnak, ami elindul akkor, ha egy DHS-t, egy Dirkheimer-szindrómát megérünk. De ezt mindjárt kifejtem. A második törvény az leírja, hogy miként zajlik le az az úgynevezett betegség, és tudjuk, hogy két fázisban zajlik le minden. A harmadik törvény megmutatja, hogy mi történik a két fázis alatt. Három dolog történhet, ugye. A negyedik törvény, hogy kik a segítőink, négyféle segítőnk van. És az ötödik törvény, az kérem szépen mindenki által felfedezhető, aki néz az ablakon, vagy gondolatban kimegy a természetbe, azt fogja látni, hogy minden, ami él, az minden nap azért küzd, hogy túléljen, hogy életben maradjon. Tehát ami a testünkben történik, az is a túlélésről szól. Az egy másik dolog, hogy milyen értelmezést kapunk mi magasabb szintekről, és nem véletlenül vettem mostan fel egy ilyen rendelői fehéringet, hogy azért a súlyát adjam meg az egész mondanivalomnak, mert hát volt olyan történet, hogy rákérdeztem az emberre, amikor valamilyen kérdés feltett, és válaszoltam, és láttam, hogy így nem hiszi, amit mondom, de ha fehér köppeny lenne rajtam, akkor ugye elhinnéd. És azt mondta, hogy igen. Hú, mondom. Szóval itt jönnek a tévhitek és tabuk, csak hogy értsük meg, hogy ezek azok a agyunkba berágott hiedelmek fognak megakadályozni minket még abban is, hogy egy teljesen logikus, teljesen megcáfolhatatlan rendszert el tudjunk fogadni. Na, kezdem törni a jeget, és akkor, hogy megértsük, hogy mindenki nem fog germán gyógytudománnyal meggyógyulni, az azért van, mert Hammer doktor is ideírta, hogy orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Vagyis mind a kettőre szükség van. Kérem, a józanész egymagában fantasztikus, megértjük a logikáját, megtanulhatjuk ezt az egész gyönyörű tudományos táblázatot, de attól még nem fogok meggyógyulni, az arra jó, hogy tudományosan szenvedjek tovább. És ez a kijelentése Hammer doktornak nagyon-nagyon messze mutató dolog, és azért hozom be újra és újra, hogy értsük meg, hogy a megoldáshoz nem elég csupán a megértés. Ahogy miért germán a germán gyógytudomány, ezt többször megkérdezték tőlem, és ezért újabban beteszem a fóliák közé. Hammer doktor így ír erről az egészről, ugye 2004-ig új medicina néven volt forgalomban a germán gyógytudomány. A két legfontosabb könyve az Új medicina hagyatéka, a két kötetes könyv, mi csak aranykönyvnek becézzük, mert szép aranyszínű borítója van. Szóval ott még új medicináról beszél, de Hammer doktor szó szerint. Annak a ténynek, hogy az új medicinát germán medicinának neveztem át, ugye ez a germán új medicina vagy GNM, csak egy oka volt, mert időközben az úgynevezett alternatív terápiák, mint egy 15 irányzata, szintén új medicinának hívta magát, mert a nevet nem lehetett levédeni. Tehát új nevet kellett találnom, mivel ezt a medicinát Germániában a költők és gondolkodók, zenészek, feltalálók és felfedezők hazájában fedezték fel, amely ráadásul szinte az összes európai nyelv anyja, ezért germán új medicinának neveztem el. Azóta a szekta szellem mellett még antiszemitizmust is tulajdonítanak nekem. Nagyon tetszik Hammer doktornak ez a megfogalmazása, mert benne van a nemzete, a hazája,
művészete, a németek tudásához való fantasztikus, pozitív viszonyulása. Tehát ő jól érezte magát a bőrében azzal, hogy ő oda született, és hát övéi közé ment, és övéi nem akarták befogadni. Ezt már ő is megtapasztalta, pontosan azért, mert olyan dolgokat fedezett fel, ami szembe megy még a mai felfogással is. Az első természettörvény felfedezése családi tragédiához kötődik, ugyanis a képen látható 19 éves fia karjai közt halt meg, pedig 111 napon keresztül Heimerdoktor mindent elkövetett, hogy a fiát megmentse. Belgyógyász főorvosként. És ez a történet, ez a tragédia, ez 1978. december 7-én történik, amikor meghalt ez a 19 éves fiú Heimerdoktor karjai között, miután a olasz trónörökös, a savoyai herceg Viktor Emmanuel tökrészegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. A légynek se ártott ez a fiatalember, egy csónakban aludt egy kikötőben, és úgy kapta álmában a két halálos lövést. Nos, a tragédia után két hónappal később, tehát már 79. februárjában vagyunk, Heimerdoktornak heredodanata lesz. Az akkori tudásával a műtéti kezelésbe belemegy, de sekemó, se sugárkezelést nem vállal, és elgondolkodik rajta, miután rendbe jön, mert azért nem két nap alatt jön rendbe, hanem amint leírta, pokoli kínok következtek. A kollégái kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adtak neki. Szóval Hamer doktor felépül, és 81-ben egy München ez közel lévő nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, és felteszi a kérdést, mint gyógyult daganatos beteg az ott fekvő hölgyeknek, hogy drága hölgyem, az ön életében nem volt egy, a daganat megjelenése előtt egy nagyon súlyos érzelmi konfliktusa, valami nagy félelme, ami hirtelen szakadt magára, derült égből a villámcsapás, és mindezt elszigetelten élte meg magányosan. És mind a megkérdezett, 200 esetben a válasz igen volt. És az a probléma, hogy ez az első három pont, ez kérem szépen kivéthetetlen, ilyen mindig lesz az életünkben, és nem fogunk találni biztosítót, aki erre biztosítást köt, hogy ilyen nem fog az életünkben előfordulni. Hanem az az egyetlen nagy probléma, hogy benne maradunk a konfliktusban. Tessenek kérem szépen ezt megérteni, az öt természettörvényt azért mondom el minden alkalommal. Mert mindig vannak új emberek. Sose tudom kétszer egyformán elmondani, és talán sikerül átdobjam az eddigi tévhiteinken keresztül, hogy ez a felfedezés egy világra szóló felfedezés volt 1981-ben. Hamer doktor paradigmaváltást indított el a medicinában, ami azt jelenti, hogy 180 fokos fordulat. Azt jelenti, hogy pontosan nem ott kerestük a dolgoknak a megértését és a megoldását, ahol ezek a dolgok keletkeztek, és akkor nincsen sem megértés, sem megoldás. Mert a lelki megrázkódtatás, vagyis ez érzelmi megrázkódtatás, vagyis ez a félelem, ami hirtelen váratlanul elkapott engem, ez az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. Ez minden esetben igazolható. Az agyi CT-n látható a konfliktus becsapódásának a helye, az agyi szinthez tartozó szervekben pedig ott lesz a szervi elváltozás, és az sem véletlenszerű, hogy mi történik. Tehát ez egy nagyon lényeges felfedezés, senki nem tudta 81 óta megcáfolni, hogy ez nem így van. A konfliktus pillanatában viszont tessenek figyelni, kialakulnak a sinek, vagyis rögzítünk minden körülményt, minden érzékszervünkkel, és ezúttal bejön valami ebből az egész történetből, mert nem zártam le érzelmileg, akkor a sinek újraindítják mindenféle újabb konfliktus nélkül az egész programot. Ez, ha valakit érdekel, akkor nézze meg a 40. esetet egy nőgyógyászati
problémának a bemutatása, ez a címe, Hammer doktor aranykönyvéből a 40. eset, tessenek megnézni, egy mély nyakrák története, ez a előadás címe, egy rádiójátékként lett fölvéve, és tessenek elgondolkodni azon, hogy évtizedek után is, ha nincs feloldva, lezárva érzelmileg valami, el tud indítani egy biológiai programot, még akkor is, ha az hihetetlenek tűnik, 80 év felett. Szóval ezért lényeges érzelmileg lezárni mindent, ami ma is történt velünk, hogy ne alakuljanak ki a krónikus betegségek, és ezt nem én találtam ki, már 2000 évvel ezelőtt megmondták, nem újjék el nap a te haragoddal. Mikor fogjuk betartani? Mikor fogjuk lezárni a napjainkat megértéssel, megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával? Ennyi. Ennyit kéne tennünk, hogy meg se betegedjünk, hogy ne legyenek krónikus betegségeink. Tud-e valaki ennél jobb prevenciót, jobb megelőzést? Ha tud, legyen szíves, írja meg. És tud-e ennél valaki olcsóbb megoldást az egészsége megőrzésére? Szóval a konfliktus után elindul az értelmes biológiai különprogram, és azért értelmes, mert minden értünk történik, ami ebben a történetben benne van, vagyis a túlélésünkért. Na de egyetlen valóság mindenki számára a saját megélés. Tehát történhet valami, hogy kirúgnak 5 fiatalembert a munkahelyéről, az egyik leírja magát, hogy én már sehova se vagyok jó, önleértékelés, önpusztítás, és elindítja a megfelelő, fájdalmatlan szövet sorvadást, ami majd fájni fog, ha visszaépül. Egy másik ember elkezd bosszankodni azon, hogy miért pont engem, miért nem a másikat. Hát én jobb vagyok, mint ő, hát ez igazságtalan ez az egész világ, és megy az agyalás, és akkor mi lesz? Hát fájni fog a nyaka az igazságtalanság megélése miatt, amikor majd megoldja, viszont a bosszankodása az attól függően, hogy milyen szinten élte ő ezt meg, hogyan elemezte ki a biológiája azt a megemészthetetlen bosszúságot, fog neki csinálni a gyomorfekét, vagy epeuti problémát, vagy éppen hasnyálmirigy problémát. Ezek nagyon komoly biológiai programok, és hála Istennek, ezek azonnal fájdalommal járnak. Csak oda kéne figyelni, hogy ha ég a gyomrom, akkor az nem a savtól van, és nem beveszek valamit, hogy elmúljon, hanem elgondolkodok azon, hogy hoppá, itt a bosszankodást talán le kellene állítani. Még a gyomorsavról külön majd beszélek. Harmadik. Legyen egy olyan, hogy megéli a minden elveszett érzést, hogy a teljes összeomlást. Elvesztette a munkahelyét, és akkor jön, hogy nem tudja fizetni a banki adósságát, a gyereknek nem tud venni iskolakezdéshez dolgokat, stb. Ez a minden elveszett, teljes birtokvesztés azonnal, hála Istennek, mellkasi szorító fájdalmat fog okozni, amit úgy hívunk, hogy angina pectoris, de tessenek megnézni az angina pectoris és mellkasi fájdalmakról szóló előadást, mert az egy differenciál diagnosztikai előadás, hogy nehogy azt higgyük, ha valami szúr, akkor már is infraktusom van, mert nem minden mellkasi fájdalom jelenti ezt. Az angina pectoris tökéletesen le van ott írva. Mit mondjak? Jaj, lesz egy ember, aki azt mondja, mert nagyon szarul fogja érezni magát, bocsánatot kérek, senki nem úgy fogalmazza meg, hogy széklettől beszennyezve érzem magam, de ha igen, attól elnézést kérek, szóval, aki nagyon szarul fogja érezni magát, és 3 hónapig így fogja érezni magát, akkor vajon mit fog csinálni? Hát, egy vastag bélyegadatot. És lesz egy ember az 5-ből, aki azt mondja, hogy hála Isten, többet ide nem kell bejöjjek dolgozni.
eddig se volt semmi kedvem itt maradni, na az vajon megbetegszik-e? Na ugye, hogy az nem betegszik meg. Tehát ezért tessenek megérteni, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és ez csak és kizárólag a beteg tudja elmondani, illetve leírni levélbe. Ha a beteg éppen nem tud írni, fekvőbeteg, akkor diktálja a levelet annak, aki ír, és a szó szerint azt írja le, amit a beteg mond. Nagyon szépen kérem, jó? Ne próbáljuk kitalálni, hogy kinek mi a baja. És a előadás utáni kérdésekben is remélem mindenki a saját problémájáról fog érdeklődni, és nem azt akarja megfejteni, hogy az anyósának miért fáj a csipője. Na most ugye Hammer doktornak a mondatát a főoldalon első helyen olvashatjuk, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van, ez pedig, amit külön bekereteztem, ez nagyanyámtól hallott gondolat továbbvitele, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és remélem, hogy ebből az elmondott példából mindenki számára ez világos. Na most két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram. Amint látjuk, van egy konfliktus aktív fázis, és van egy megoldást követő fázis. Amikor becsapódik a DHS, vagyis megéltem valamit, megértem, hogy kirúgtak engem a munkahelyemről, itt a példa, akkor mi történik? Ha lezárnám estére ezt a konfliktust, érzelmileg, úgy, ahogy mondtam, akkor nem lenne következménye. Na de zakatol az agyam, ugye, nem tudok éjszaka elaludni, felriadok álmomból, étvágyam nincs, nem eszem, s ha sok programot futtatok, akkor természetes le is vagyok. Emelkedik a vérnyomás, a pulzusszám, emelkedik a kortizon szint, csak hogy hormonálisan is reagáljunk a dolgokra. És hideg a kezem, hideg a lábam, mert a szimpatikus idegrendszer túlsúlyának ez a következménye, részletekben nem megyek. Na most ez a dolog addig fog tartani, amíg meg nem oldom a konfliktust. Mondjuk, mivel nem zártam le érzelmileg, hát kapok egy új munkahelyet. Így van? Így van. Na végre jön a megoldás, amit a biológián a túlélés érdekében, a konfliktus aktív fázisban megtett, azt a megoldás követő fázisban helyre fogja tenni, természetesen, és az exudatív fázis, az első része ennek a megoldás követő fázisnak, arról szól, hogy na itt érzem betegnek magam. Itt megyek az orvoshoz. Itt fog égni, fájni a végbelem vagy a vastagbelem, lesz véres nyálkos a székletem, a vastagbéltumorom van. Itt fog megfájdulni a nyakam, mert végre az igazságtalanság megoldódott. Itt fogom a melkasi fájdalmaimat elveszíteni, vagyis itt nem fog már fájni a melkasom. Itt már nem fog szújni az epém, a jobb ordaival, nem csipked az epém, nem ég a gyomrom, úgymond, aha, és jön a lényeg, az epileptoid krízis. Kérem szépen, itt újra éljük, röviden, mint egy filmen, rövidítve újra éljük azt a helyzetet, hogy kirúgtak minket a munkahelyünkről. Amint látjuk, ez a kék, ez sokkal magasabb, mint a konfliktus aktív fázisban, tehát sokkal, de sokkal nagyobb lesz a melkasi fájdalom, az epegörcs, lehet, hogy itt a gyomorfekély olyan mélyen alakul, hogy gyomorvérzés lesz belőle. Szóval érdemes lenne lezárni békével a napokat, ugye? És itt lesz, itt fog keresztbe állni a vastag velem, mert a sima izom görcs miatt, ugye, bélkólika fog fellépni. Csak hogy néhány dolgot részletezünk, de a jó hír, hogy itt már nem fáj a nyakam. És jön a hegesedési fázis, a harmadik, amikor ismét megjelenik a nyakfájás, ismét elmúlik a melkasi fájdalom, az epe, a gyomorfájdalom, és végtelenül fáradtnak fogom érezni magam, mint a kifacsart mosogatórongy, de már nyugodt vagyok, és van étvágyam. És hát lehet, hogy itt elkap megint a bosszankodás, hogy de mi a fenének
vagyok most beteg, amikor végre kaptam egy munkahelyet, és akkor most, ha nem megyek dolgozni, ki fognak rúgni, és kezi csókolom, üdv a csapatba, újra kezdtem az egész programot, és a kérdés az, hogy ezt meddig fogom újra meg újra csinálni. Na ez a krónikus betegségeknek a lényege. Mert ha tudom, hogy hol tart a programom, akkor megnyugszom. Tüneti kezelést természetes lehet alkalmazni, lehet görcsoldót, lehet fájdalomcsillapítót alkalmazni, csak van egy nagy-nagy felhívás, egy nagy felkiáltójel. Ha mellkasi szorító fájdalom megjelenik, akkor ne üljünk 9 hónapnál tovább ebben az állapotban, mert itt az epileptoid krízisben megáll a szívünk örökre. Úgyhogy érdemes azt a részt is megnézni, de most nem ez a fő témánk. Az, hogy mi fog történni, ugye a biológiánkban, az egyetfejlődés, vagyis az embriológia kutatásával lett világos Hammer doktor számára. Mi is tanultunk embriológiát, minden orvostan hallgató tanul, csak éppen akkor nem fogjuk föl, hogy ennek mekkora jelentősége van, mert a receptírásnál embriológiára nem gondolunk. A megtermékenyült petesejt eljut a szedercsíra állapotig, mindenki látott már szedert vagy mállát, aztán ez a sok egyforma sejt átrendeződik 3 csíra lemezé, és ezt látjuk itt ebben az ábrán. Piros, narancs és sárga színekkel, a piros az kívül van, tehát ektoderma, a sárga az belül van, tehát belső csíra lemez endoderma, a narancssárga középen van, tehát középső csíra lemez mezoderma. Amint látjuk a nyilak színéből is, bizonyos szervek fognak kialakulni ezekből a csíralemezekből, és bizonyos agyi területek irányítják. Most nem bonyolítom a helyzetet ezzel. A lényeg az, hogy mindenki, remélem, el tudja fogadni, hogy sejtekből vagyunk felépítve, és ugye ezek a sejtek működnek. Mert ha nem működnek, az már holttest. Tehát, mit tudunk tenni a túlélés érdekében? Mert ugye ez a célunk. Vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. Ezt látjuk a konfliktus aktív fázisban. Itt kérem szépen ezt a dolgot látjuk. Építek, bontok és működést gátlok. Nyilvánvaló, hogy a megoldást követő fázisban ennek a fordítottja fog megtörténni, tehát ha építettem, akkor lebontom, ha lebontottam, visszaépítem, és ha gátoltam a működést, akkor vissza fogom a működést állítani. A világ legegyszerűbb egyenletrendszerét mutattam meg. A nagy helyzet az, hogy megint utaljak a C pontra, az önsorsrontó gondolatainkra, tévhiteinkre, tabukra, hogy ez annyira egyszerű, hogy ezért, hogy ettől hihetetlen. Magamról beszélek. Tudom, hogy ez így van, de akkori orvosi agyammal még, mikor először találkoztam vele, hát vitatkoztam magamban az előadóval, hogy, és az még nem is volt orvos, hál' Istennek, úgyhogy tudtam vele vitatkozni magamban, persze nem zavartam az előadást, se jelentkezéssel, se beszólással, se semmivel, hanem azt mondtam, hogy várjuk ki a végét. Mert 15 évig kerestem azt, hogy lehetne az embereken úgy segíteni, hogy közben ne ártsak, hogy be tudjam tartani azt, hogy nyílnócere. Ez egy nagyon lényeges cél kell, hogy legyen minden orvosnak az életében, mert ha segíteni nem tudok, legalább ne ártsak. Rendben. Na, de menjünk tovább, és nézzük meg, hogy akkor miért leszünk krónikus betegek. Mert meg se oldottam a konfliktust, függő konfliktus aktivitás, amit látjuk, nem jutottam el az epilepta, az exudatív fázis, epileptoid krízis, hegesedési fázis, nincs. Még mindig benne ücsörgök a konfliktusban. Én a szüntelenül szenvedő szegény én állapota. És éjjel-nappal az a problémám, hogy szegény én engem kirúgtak, vagy engem megcsaltak, vagy engem elhagytak, vagy engem átvertek, vagy mindenki tudja a saját dolgát, hogy miért nem boldog, mert ez az alapvető kérdés, miért nem vagy boldog. Függő gyógyulás. Az élet megoldotta valahogy a problémát, de mivel érzelmileg nem volt lezárva, és ugye gyakran jönnek a sínek, ezek a kis kék kiemelkedések, ezek csak így bevillanó sínek,
Ezért a gyógyulási folyamat ugyan elindult, de nem tud lezárulni. Tehát szenvedek folyamatosan. Ugye, és azért vagyunk olyan intelligensek, hogy egy konfliktusra minimum 5 programot elindítunk. Ez a minimum, kérem szépen. Vannak, akik ezt túl teljesítik, de azért bocsánatot kérek, amikor már valakinek az a problémája, hogy megfelelési kényszerben van, akkor minimum túlhajszolja magát, és gyilkolja a szívét, elindítja a pajzsmirigy programját, mert nem vagyok elég gyors, elég ügyes, hogy megcsináljam azt, amit beígértem. Benne van még egyfajta leértékelés, mert én nem vagyok olyan jó, mint te, ezért akarok neked megfelelni. Ez egy kis derékfájással. Még szarul is érezheti magát, mert nincs ideje pihenni, ugye ezt már tudjuk, hogy végbel program, és szeretne már ebből az egész dologból kilépni, illetve békjobban érzi az életét, mert soha nem jut ideje a saját idejét, a saját dolgát megcsinálni, és lesz belőle viszere. Hát szóval, ugye milyen gyönyörűen össze tudjuk szedni magunknak ezeket a dolgokat. Na és akkor függő gyógyulásban mind az 5 program függő gyógyulásban meg fogja csinálni a dolgait. És akkor kapok egy levelet, és így nézem, de jó Isten, hogy lehet így élni? Hát lehet, mert az 5. természet törvénynek pont ez a lényege. Aztán policiklikus lefolyásnak, ez tipikusan az epilepsziás rohamoknak az ismétlődése, mert az epilepsziás roham az mindig itt van az epileptoid krízisben. Hát, mert doktor azért nevezte epileptoidnak, mert az epilepszia egy gyönyörű megnyilvánulása ennek a gyógyulási folyamatnak a közepének. Itt van az epilepszia, és akkor epileptoid krízis, ha más szervekről van szó, és epileptikus krízis, hogyha izmokról beszélünk csak és külön. És ugye mindig, amikor sínre kerül az illető, indul az egész program, mert előbb meglátta azt, akivel ezzel kapcsolatos, és jön az epilepszia a megoldásban, természetesen a megoldásban. Nos, én azt gondolom, hogy jó lenne ezektől megszabadulni, és örülnünk kéne annak, 4. természettörvény, hogy nem vagyunk egyedül. Jó, hát mi vagyunk albérletben a úgynevezett kórokozóinknál, mert nem kórokozókkal vagyunk mi tele, hanem segítő mikrobiológiai kicsi lényekkel, és itt vannak a gombák, a baktériumok, a gombabaktériumok és a vírusok. Ők 4 segítenek nekünk miben? Hát ha kimegyünk az erdőbe, a kidőlt fákat nem a gombák bontják le. De igen, tehát az agytörzs által vezérelt programokban, ahol sejtszaporítással indított, a megoldásban a gombák fognak itt belépni, és segítenek a lebontásban. A kisagy által vezérelt programokban a gombabaktériumok, amik átmenetet képeznek a gombák és baktériumok között, hivatalosan TBC baktériumok, tehát ezek fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket, hogy visszaálljon az eredeti állapot. De már ahogy megszületünk, kapunk oltást, nehogy legyen bennünk TBC baktérium, mert akkor meggyógyulunk. Az agyvelő által irányított programok a baktériumoknak a terepe, és ezért jelenik meg egy gyönyörű gennyes fog, mert ugye a megoldásban, mikor már szét tudnám tépni az illetőt, a visszafogott dühömet végre elengedtem, akkor begyullad a fogam, a foggyökerem, és megjelenik a genny, mert visszaépíti azt, amit én ott különben lebontottam, és hát megyek a fogorvoshoz, mert nem tudok aludni a fájdalomtól. Megoldja, aztán a pótlás az majd sokba fog kerülni. Aztán vannak az agykéreg által irányított programok, na itt a vírusok fognak segíteni visszaépíteni azokat a sejteket, amit lebontottam fájdalmatlanul, mert mondjuk én a Jenőre olyan féltékeny vagyok, mert már egyszer rajta kaptam, hogy, és ezt én nem tudom elfelejteni, és minden reggel 10-kor eszembe jut, hogy vajon a Jenő most kivel hempereg, és akkor innentől csinálunk, hölgyeim, egy gyönyörű mély nyakrákot. És ki lesz a hibás? Természetesen a humán papilloma vírus nevezi ki hibásnak, ahol a szerencsétlen csak azért van ott, hogy segítsen visszaépíteni azt a nyálkahártyát, amit mi lebontottunk. És van működésváltozás is, itt már nincsenek mikroorganizmusok,
aki cukorbeteg, aki agyvérzést kapott, annak, akinek látás, hallás, szaglás zavara van, annak nincsen kimutatható kórokozója, mondom idézőjelben, hogy kórokozó, mert itt működésváltozás van, és a működést helyreállítjuk, amikor vége az ügynek. Ugye milyen gyönyörű rendszer. Tehát az ember lenyűgöz engem ez az egész, annyira csodálatos, annyira egyszerű és annyira logikus, hogy ha így kezdték volna a medicinát tanítani, hát hol tartana a medicina? Én akkoriban végeztem, amikor Hammer doktor pontosan már a negyedik természettörvényt is felfedezte. Bizony. És semmit nem hallottunk róla. Az élet él és élni akar, ezt ugye meghatároztuk, amikor kimentünk az erdőbe. Minden élő lény, legyen az növény, állat, akármilyen állat, vagy akármilyen ember, mindennek az értelme a túlélés és a faj fenntartása. Na, mit gondolunk, hogy mi az, ami a biológia számára ebből a kettőből fontosabb? Az én túlélésem, vagy a faj fenntartása? Kiszavazott az elsőre? Kiszavazott a másodikra? Na, aki a másodikra szavazott, aznak volt igaza. A faj fenntartás, kérem szépen, az a legfontosabb, és ezért éljük meg a legsúlyosabb konfliktusokat pont a szexualitásban. És ezért probléma, amikor megtörténik a hormonális változás. Aj, ez gyönyörű része az egésznek. Tehát akit érdekel ez a téma, az a Pszichózisok és viselkedés változások című könyvemből tájékozódhat, van itt róla ilyen szép könyv, meg lehet ezt rendelni a weblapon, akit érdekelnek ezek a dolgok. Nos, ha minden, ami él és élni akar, ezt a kijelentést bizonyítanom kell statisztikával, vagy állatkísérlettel, vagy ezt mindenki meg tudja, ki tudja jelenteni mindenféle statisztika nélkül. Remélem. A konfliktus típusokat találjuk itt ezen a táblázaton, és csíra lemezek szerint természetesen, mert Hammer doktor német precizitással ebben a táblázatban, amit itt látunk, gyönyörűen meghatározott mindent. Itt van ugye, hogy agytörzs. Az agytörzs, amit emlékezünk, a belső csíralemez sárga színnel volt jelölve. Tehát van egy sárga színű oszlop, a középső csíralemez narancssal, itt a narancs színű oszlop, és a külső csíralemez pedig pirossal. Nos, az agytörzs az, ami a belső csíralemez sejtjeire hat, ugye már tudjuk, hogy mindig először konfliktus aktív fázisban építünk, megoldásban pedig lebontjuk a felesleges sejteket, és a legsúlyosabb probléma itt a magány és egzisztenciális konfliktus. Mert erre begyűjtjük a vizet a szervezetünkbe, és ez fog minket megölni. Na most ahhoz, hogy én a magányt vagy az egzisztenciális konfliktust feloldjam, hát ilyenkor eszembe jut a Nobel-díjas tudósnak a mondása, hogy egy problémát nem lehet azon a szinten megoldani, amely szinten keletkezett, csak magasabb szinten. Kérem, aki bele van ragadva az anyagba, az nehezen fogja az egzisztenciális konfliktusát, hogy is mondjam, elengedni. Aki még nem volt életében padlón, és onnan nem tápászkodott fel önerőből, annak az egzisztenciális konfliktus hatalmas félelem. Aki már többször megcselekedte, hogy padlón volt és újra talpra állt, az azt mondja, hogy forog a kerék egyszer fent, egyszer lent, semmi probléma, amikor lent vagyunk, tudjuk, hogy utána fent leszünk, és nem csinál belőle egzisztenciális konfliktust. Na de a magány, akit ez érdekel, a veséről szóló előadásokat, vagy külön a magányról szóló előadásokat nézem meg. Az agytörzs biztosítja, az a feladata, hogy biztosítsa azt, ami a túlélésünkhöz kell. Mi kell a túlélésünkhöz? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Ennyi. Nincs benne apu, nincs benne a papa bank, nincs benne a mama hotel, nincs benne a gyerek vagy az unoka, még a nyugdíj sincs benne.
levegő, víz, táplálék. Remélem mindenkinek van. És akkor megnyugodhat, hogy az a túlélése nincs veszélyeztetve. A kisagy által irányított programok, azok a narancssárga oszlopnak a tetején vannak, és itt is konfliktus aktív fázisban építünk, megoldásban lebontjuk a felesleges sejteket, és ide tartozik három típus: a támadás, a bemocskoltság és a gondozási konfliktus. Na most ezek a konfliktusok úgymond a burkokat érintik, mármint a támadás és a bemocskoltság. Írhát, hashártyát, mellhártyát, szívburkot. A gondozási konfliktus viszont speciálisan a mellnek a tejtermelő mirigyeire hat, és ennek a fordítottja is ide fog hatni, az állandó vitaveszekedés. Tehát mindegy, hogy állandó veszekedés van a családban, vagy hülyére aggódom magam, hogy mi van a gyerekemmel, mind a kettő hölgyeim emlő daganatot fog okozni. Jó lenne leszokni róla. Az agyvelő által irányított programokat, itt találjuk a narancssárgának a második részébe, de ugye tudjuk, hogy itt először bontunk, és utána építünk sejteket. A bontás az fájdalom nélkül történik, a visszaépítés pedig jelentős fájdalommal. Kérdés, mennyit csücsültünk a konfliktusba, és mennyire tettünk tönkre az ide tartozó szöveteinket, a csont, az ízület, ízületi szallagoknak a szövetét, a haránycsíkortizmokat, az ereket, osztógyűjtő nyirokereket, a zsírszövetet, kötőszövetet. Ezek mind ide tartoznak. Ugye itt látunk egy egyenletet, hogy önleértékelés egyenlő önpusztítás. Az agykéreg által vezérelt programok, amik a sejtekre hatnak, a piros oszlopnak a háromnegyedében, felső háromnegyedében látjuk. Itt is először bontunk, aztán visszaépítünk sejteket. Ide tartoznak az agykéregbe becsapódó konfliktusok, és kezdve a frontális félelem, jövőtől való félelem, múltból jövő félelem, birtokkonfliktusok, két oldalt a fali lebenybe, csak fordítottam magyarra. Igen, tehát az oldalt van a fali lebeny, két oldalt az agykéregbe, és oda a birtok konfliktusok csapódnak be. Tehát a birtok az, amiről azt hiszem, hogy az az enyém. Mondom, csak azt hiszem. A megoldásként csak mutatnám, hogy üres kézzel jöttünk, és így is fogunk elmenni. Tehát az, amit mi jelenleg, amiért küzdünk, mint birtok, az kérem szépen mindig lesz valakié, de rá kéne jönni, hogy csak eszköz a kezünkbe, hogy célba érjünk, és nem azért vannak ezek az eszközök, hogy belepusztuljunk a birtoklásunkba. A birtokkonfliktusok közül az elválasztási konfliktusok is ide tartoznak, és ez azért nagyon-nagyon-nagyon lényeges, mert az elválasztási konfliktusnak két vége van, mint a botnak, ugye vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék valakihez közelebb kerülni, vagy attól elszakadni, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék, mind a kettő a szenzoros mezőbe, az érző mezőbe fog becsapódni, az a motoros központtal szomszédos terület, és hogyha ezt az elválasztási konfliktust én anyagyerek és partner oldalon is megélem, akkor ebben a konstellációban ki fog alakulni az Alzheimer-kor. Tehát jó lenne ezeket a konfliktusokat teljesen feleslegessé tenni, mert egy holografikus világegyetemben úgyis mindig mindenkivel kapcsolatban vagyunk, akár tetszik, akár nem. És itt találjuk legalul ugye a működésváltozásról szóló dolgokat, ide jönnek az izombénulások, ide jön a cukorbetegség, a látás, a hallás, az ízérzés és a többi zavar. Először csökken, utána visszaállítjuk a működést. Az előbb kiejtettem egy szót, mégpedig az, hogy kezűség. Ugye a kezűség kérdése egy alapvető dolog a
biológiában, mert minden ember, sőt az állatoknál is, vagy jobbkezes, vagy balkezes, nyilván az állatnál jobbpatás, vagy balpatás, és ez nagyon meg fogja határozni ennek az élőlénynek a viselkedését, az emberi viselkedést is befolyásolja a kezűség. Most ebbe külön nem megyek bele, mert az előbb említett pszichózisok és viselkedésváltozások című könyvben ebben bőven olvashatunk. A lényeg annyi, hogy a jobbkezes embernek a partnerrel kapcsolatos konfliktusai jobboldali tüneteket, a balkezes embernek baloldali tüneteket fog okozni. Partner mindenki, aki nyilván nem én vagyok, nem az anyám és nem a gyerekem. Az anyámmal, gyerekemmel, anya-gyerek oldalon megélt konfliktusok, amelyek most már a sok rajzba kireszem, amelyek ide tartoznak a narancssárga és a piros oszlopba, tehát csak ide, erre vonatkozik a kezűség. Szóval ezekben a konfliktusokban az anyagyerek oldal az mindenkinek az ellenkező oldalra vonatkozik, tehát egy jobbkezes ember az anyával, gyerekével megélt konfliktusát baloldali tünetekben fogja élvezni, balkezes pedig jobboldali tünetekben. De itt az is kérdés, hogy ki az én anyám és ki az én gyerekem. Vagyis kit szeretek úgy, kihez kötődök úgy, mintha az anyám vagy a gyerekem lenne. Mert itt ezek nagyon lényeges kérdések. Alapvető kérdés, miután ennyi mindent elmondtam, az lenne, hogy miért élünk mi meg ilyen konfliktusokat? Hogyan tudnánk ezt feleslegessé tenni? Nem egyszerűbb lenne ezt az egészet, amit elmondtam, feleslegessé tenni? Gondolkodjunk el rajta. Tehát aki nem ezzel foglalkozik, annak ez lenne a legnagyobb feladata, hogy a konfliktusokat tegyük feleslegessé. Hát ha érdekel valakit ez a téma, erről is talál előadást a weblapon. Nos, bemutatom ezt a könyvet, és nem véletlenül, mert ebben megtaláljuk röviden az öt természettörvényt. A Hameri táblázat szerint megtaláljuk a konfliktus típusokat csíralemezek szerint, és egy lényeges különbség a táblázat és a könyv között, hogy a krónikus elakadt lefolyásokat taglalom, és pont ezek azok a dolgok, amelyek ugye a medicinának a nagy-nagy kérdőjelei. A konfliktus típusoknak is történik az elemzése, és itt jön a Rékának a megjegyzése, hogy csak az öl meg, amit nem tudsz elengedni, hogy mondjak egy ilyen címet. Nyilván vannak esetismertetések. Van néhány akadémikus diagnózis összefoglalás, mint Sjögren-szindróma vagy egyebek, és van egy olyan kis rész is, hogy túl a konfliktusokon, meg tárgymutató is, hogy könnyen megtaláljuk benne a dolgokat, de ez a könyv nem egy lexikon, amit felütök és elolvasok ennyikét belőle. Én mindenkinek azt ajánlom, aki már megvette, hogy legyen szíves, elejétől végigolvassa el, mert már az elején leírtam, hogy a célom a gondolkodásra hatni. Mert ameddig a gondolkodáson nem változtatunk, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. Hammer doktor téziseit már 98-ban elismerték, mégse ezt tanították az egyetemen, és hogy miért, azt megértjük, ha megnézzük a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, fent van a weblapon a Tudástár videói között, Szabadságot a léleknek, tessenek felírni és tessenek megnézni, mert érdemes. A bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye előadásból visszahoztam ezt a fóliát. Ha már 50 ezeren megnézték, akkor biztos, hogy emlékeznek rá, és akkor néhány dolgot csak ismétlésképpen. Ugye azt mondtam, hogy a gyomorsav túltengés az nem okoz fájdalmat. Lesznek savas felbefögések, de nem lesz égő gyomorfájdalom, mert ugye a gyomorsav túltengés a gyomor nagy görbületének, a sejtjeinek a következménye, a gyomorsav túltengés, és ez nem jár semmiféle fájdalommal.
majd fájdalommal jár a lebontása, amikor már befejeztem a rágódást. A rágódásnak is vannak fokozatai, mert van, amikor csak azt érzem kezdetben, hogy túl hangosan morog a belem, meg a gyomrom. Hát lehet, hogy hangtompítót kéne rátenni valahogyan, de ez nem fog sikeredni. Úgyhogy jobb lenne leállítani a rágódást a múlton, mert még mindig nem tudtam magam túltenni valamint, ami nem úgy történt, ahogy én azt elképzeltem. A gyomorsav túltengést lehet mindenféle gyógyszerekkel csillapítani, és most már úgy dobálják az ember után a protonpumpa gátlót, mint a cukorkát, csak hogy amikor ezt megpróbáljuk elhagyni, egy visszacsapás, egy rebundhatás történik, és rengeteg gyomorsav fogja elönteni a gyomrunkat. De ez már a gyógyszernek, a szedésnek a következménye. Tehát itt a gyógyszertől való megszabadulás fokozatosan történik, és behelyettesítve a kevésbé hatékonynak nevezett gyomorsav csökkentőkkel megoldható a protonpumpa gátlókról való leszokás is. Na de a gyomor fekély, amire az előbb utaltam, ugye ez arról szól, hogy a fájdalom, égő fájdalom itt a gyomorszáj tájékán. Nos, ez a tipikus jele a gyomorfekélynek, és ez konfliktus aktív fázisban már megjelenik, és hatalmassá fejlődik, amikor az epileptoid krízishez értünk. Ugyanide tartozik a patkóbélfekély is, hiszen a gyomornak a kisgörbülete és a patkóbél bulbusa, tehát kezdeti szakaszának a nyálkahártyája alatt ott van az ektodermális, vagyis a külső csiralemezből származó nyálkahártya, ami konfliktus aktív fázisban fáj ezen a szinten, mert ugye ős szájnyák a hártya szerint működik. A reflux az arról szól, hogy epileptoid krízisek ismétlődnek, ugye mert ugye policiklikusan játszok, hol rágódok, hol nem, és az epileptoid krízisben a gyomor perisztaltikus hulláma visszafele fogja hozni a gyomor tartalmat. És mindig eszembe jut a zsiráf és a nyuszika beszélgetése, de most ezt nem részletezem. A refluxnak a lényege, a következménye az, hogy az a savas gyomorbennék, amikor a nyelőcső alsó szakaszához ér, azért azt a nyelőcső sejtjei nem nagyon szeretik, mert azok már nem tudnak sav ellen védekezni. És akkor mi lesz a következmény? Hát, hogy ki fog alakulni egy nem kívánt sejt átalakulás, és Barrett oesophagus néven fogják ezt emlegetni. Aztán vannak itt olyan szép dolgok, hogy bulimia, meg anorexia, ez két különböző dolog. Ugye ehhez a bosszankodás, itt van ez a relé, az ott kell legyen, aktív kell legyen a bosszankodás reléje az agy kéreg szintjén. Ugyancsak a krónikus epebántalmak is azért lépnek fel, mert ebben a relében a becsapódott konfliktus nem lett megoldva, tehát itt van az agyi központ, és biztos eszébe jutott valakinek, hogy akkor nem lehetne kiírtani ezt az agyi központot, és nem lenne szervi elváltozás. Hát ez olyan dolog, hogyha a komputert kiírtjuk az autóból, és komputeres autó van, akkor nézzük meg, hogy utána hogy fog működni. A hasnyálmirigynek is itt van az irányító központja, ja, és ne felejtjük el, hogy a gyomornak is itt van az irányító központja. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, és hát akinek hasnyálmirigy problémája lesz, annak ez a reléje érintett lesz. Na most, hogyha gyűjtjük a konfliktusokat, és van egy aktív konfliktusom itt, mert ugye bosszankodok, és van egy identitás konfliktusom, vagyis nem tudom eldönteni, hogy kinek van igaza, vagy mit kéne tenni. Tehát itt biológiai identitásról beszélek, mert még nem tettem helyre az azonosultságaimat.
Még mindig azonosulok azokkal a szerepekkel, amiket én itt biológiai lényként eljátszok. Családi szerepek, társadalmi szerepek, stb. Stb. Ezekben túl komolyan beleírjuk magunkat, és innentől biztos, hogy a két relének az együttállása, a konstellált állapot fogja létrehozni az agresszív konstellációt. De még mindig itt vagyunk ennél a relénél, és hogyha ehhez, tehát a bosszankodáshoz még megélek egy rémületfélelmet, akkor kérem szépen ez a relé, itt ami van, ez a konstellált állapot fogja létrehozni az autisztikus konstellációt, vagyis egy autistán lehetne segíteni, ha a bosszankodását oldanánk meg, vagy a rémületfélelmét, és már nem lenne konstellált, tehát tudnunk vele normális emberként beszélgetni. A Crohn betegség az egy speckó dolog, nagyon szép, annak nem a birtokrelé közt lesz a becsapódási helye, hanem alacsonyabb szinten az agytörzsben, és azért lesz állandó fájdalom, mert függő gyógyulásban maradtunk, mert az a bajom, hogy még nekem valamiből kevesebb jut, mint a másiknak. A vakbélgyulladás, az annak a központja nem a birtokbosszankodás relében van, az agykéregben, hanem agytörzsi szinten, mert a vakbél gyulladáshoz azt kell megoldanom, hogy volt egy ocsmány megemészthetetlen bosszúságom. És ugye itt a megemészthetetlenem van a lényeg, és azon, hogy egy ocsmány dolog, és ez jobb, ez volt a súlyosabb megélésem, és nem az a bosszankodás, az ocsmányság és a megemészhetetlenség. Ez így egybe a vakbelet fogja éríteni, megoldásba jön a vakbélgyulladás, de mondom, ebben a könyvben ezekről az esetekről, tehát ezekről a biológiai programokról esettörténeteket is olvashatunk. Tehát ez volt a tartalma annak az előadásnak, amit olyan sokan megnéztek, és akkor menjünk egy kicsit mélyebbre, és nézzük meg az EPE-nek az összetevőit, mert itt a többnyire az EPE csatornákat érintő programról, a bosszankodásról lesz szó. Az EPE-ben ugye vannak EPE savak, van bilirubin, meg biliverdin, ugye ezek az EPE festékek, EPE festék, EPE sav, szervetlen ionok, koleszterin, foszfolipid, enzim, meg 82% a víz, és a pH-ja 8-as, vagyis egy komoly lúgos folyadékról van szó, napi fél liter, egy liter mennyiségben, attól függően, hogy milyen táplálékot fogyasztunk, és persze ez még ehhez hozzájön a hasnyálmirigy által termelt váladék, és ez azért kell lúgos legyen, mert ami a gyomorból érkezik a patkóbélbe, az ugye savas, és a belegben már lúgos folyamatok fognak végbe menni. Amit lényeges, hogy a lebontott vörös vértestek hemoglobinjából keletkezik, ez a csodálatos bilirubin, illetve biliverdin, vagy nevezzük őket EPE festékeknek. Szóval a hemoglobinról volt már szó a COVID alatt is. A hemoglobin szerkezetét látjuk itt, ugye itt látható, hogy négy hem molekulából alakul ki, és mindegyik hem molekulában középen itt látható, ott van a vasion, vagy itt is látható, hogy ott van a vasion, és ez a speciális porfirin kötés, ami körbeveszi a vasat, megakadályozza, hogy a vasionnak mérgező hatása legyen. A hemoglobint szétszedjük, a hemoglobin szétszedése a lépben történik meg, és a hemből a hemoxigenáz hatására alfa hidrohemin majd biliverdin lesz. A biliverdin ugye első lépésben egy úgynevezett nem konjugált bilirubinná alakul, biliverdin reduktázzal, és itt látjuk a nyilakkal a folyamatokat. A bilirubin
ezt a bilirubint indirekt bilirubinnak is nevezik, vagy nem konjugált bilirubinnak, kinek hogy tetszik. A lényeg az, hogy ez fehérjéhez kötődik, és vízben nem oldékony. Viszont, amikor bekerül a májba, ott ez a bilirubin, a nem konjugált, vagy indirekt bilirubin átalakul konjugált vagy direkt bilirubinnel, tehát vízoldékony lesz. Ezt a glukuronil transferáz és glukuronsav együttesen fogja támogatni. Ezek lesznek azok az enzimek, amelyekkel még itt bajok lesznek. És ez az epe bejut aztán a bélrendszerbe, megfesti a székletet, ezt azt sztercobilinek nevezik, megfesti a vizeletet, azt urobilinogének nevezik, az UVG a rövidítése, de a lényege az, hogy segít a zsírok felszívódásához. Mondjam úgy, hogy emulgálja a zsírt, és segíti, hogy a bélbolyókon keresztül ezek a nagy zsírmolekulák át tudjanak jutni, és nyilván minden bejusson a májba, és ez a hatalmas laboratórium feldolgozza számunkra azt, ami a bélből felszívódik. Ami nem szívódik, megy ki, az tovább folytatja útját a vastagbél és végbél irányába. Nos, azért kellett bemenjek egy kicsit a bilirubin kérdésébe, hogy megértsük a sárgaságot, vagyis ikterus, mert ennek az oka magas bilirubin szint. Én szerintem már mindenki látott olyan embert, akinek a szeme fehérje, az nem fehér volt, hanem sárga, sőt, olyat is láthatunk, hogy az egész bőre olyan, mintha citrom színű festékkel kettük volna be, és hát ugye ennek vannak árnyalatai, vöröses, zöldes, stb. A lényeg az, hogy mikor lesz magas tehát a bilirubin szint? Egy. Akkor, ha túl sok hemoglobin szabadul fel, mert ugye pusztulnak a vörös vérsejtek. És ha a vörös vérsejt pusztulás előfordul, mondjuk van egy hatalmas tudom, egy zúzódásom, vérömlenyem, akkor másodlagosan besárgulhatok, mert még nagyobb lett a hem kínálat, mint amennyit a meglévő epe át tud alakítani és fel tud dolgozni. Szóval túl sok bilirubin van a vérben. Kettő. A májban van a probléma, mert itt nem képes átalakítani, és itt jönnek be az enzimhiányok és a mérgezések. A mérgezésnél ugye mindenféle vegyszerek, gyógyszerek és alkohol. Az enzimhiánynál viszont ott már egyéb érzelmileg le nem zárt dolgokat fogunk találni. És van egy olyan is, amikor azért fogunk besárgulni, mert elzáródik az epe kivezető csatornája, ugye epe és hasnyálmirigy együtt érkezik a patkóbélhez, ott egy közös izmuk van az odiféle záróizom, és hogyha ez epileptoid krízisben, megoldottam a bosszankodásom, epileptoid krízisben, tónus fokozódás miatt elzáródik, akkor az nem tud lefogyni az epe, bent marad a vérbe, tehát be fogok sárgulni. Az is előfordul, hogy mondjuk egy hatalmas hasnyálmirigy daganat nyomja a csövet, és ezért nem tud lefolyni, de akkor is ugye besárgulás lesz a következménye. Tehát most már tudjuk, hogy a sárgaságnak három különböző oka van. Van egy máj előtti, egy májban zajló, és egy máj utáni része, vagy ha jobban tetszik, prehepatikus, hepatikus és poszthepatikus. Nos, ha hallottunk olyat, elég gyakran előfordul, ez az úgynevezett Gilbert-kór. Itt a medicina ölbe teszi a kezét, mert ez úgyis megoldódik magától, nem fog ez okozni semmit, de megmagyarázzuk, hogy a bilirubint átalakító, lebontó enzimből kevesebb van, és így több epefesték fog kialakulni, és ez okozza a sárgaságot. Leginkább akkor veszük észre, ha túlhajszoljuk magunkat erőkifejtéssel, vagy éppen átmulatunk egy éjszakát, vagy éhezés követő. Nos, a Gilbert kórnál tehát mi a problémám? Az a problémám, hogy az átalakító, lebontó enzimből kevesebb van, mint kéne, hogy legyen.
Érdekes mód, hogy ez aztán megoldódik. A 30-as éveink után a zsilberkor eltűnik, mert jellegzetesen az ember életének felfele ívelő szakaszában azért többet bosszankodik, mint amikor már megállapodik. És ezek a fel nem oldott, függő gyógyulásban levő bosszúságok mit fognak csinálni? Beavatkoznak az enzimek képzésébe, mert itt lehet, hogy nem is tudjuk már meghatározni, hogy mi volt az életem első nagy bosszúsága, de lehet, hogy az már társtalanná vált, és a probléma csak az marad, hogy mindenre, ami történik, újra meg újra bosszankodással megyek neki. Vannak emberek, akik nem tudnak hozzáfogni egy munkához addig, míg fel nem bosszantják a környezetüket. És amikor már szikrázik a levegő, akkor ő megnyugszik, és akkor elkezd szépen dolgozni. Tehát a bosszankodás, mondjam azt, számára adja az életerőt, hogy ő valamit meg tudjon mondani. Hát vannak ilyen ismert családi történetek, remélem mindenki tudja, hogy a családjában ez kire jellemző, és akkor ne csodálkozunk azon, ha ifjú korában az ilyen embernek néha besárgult a szemefehérje. Van a Crigler-Najjar szindróma, ebből kétfajta is van. Az első az tényleg nagyon súlyos, mert az másfél éves korban ez az a gyerek legkésőbb addig frekvenciát vált, mivel egyáltalán nincsen bilirubin átalakító enzim a szervezetében. Tehát bilirubin átalakító enzim hiányában nincs élet. Mert ott marad a konjugálatlan bilirubin, és nagyon súlyos állapotot hoz létre, többek között az agyi magvakra is hatni fog. Na de van ennek egy enyhébb formája, amikor csak 90%-os az enzimnek a csökkenése, tehát csak 10%-nyi enzimünk van, és kérem, akkor már nem halunk meg. Ennyire lazán vagy ráhagyással vagyunk megtervezve. Ugyanez van az ereknél. Ha az erek 90%-ban elzáródtak, de 10%-ban még működnek, akkor az még el tudja látni a feladatát. Hát csodálatosan meg vagyunk tervezve. De mi tudjuk ezt olyan fogban csinálni, hogy totál károsak legyünk. Szóval ez a kettes típusa, ez már állandó sárgaságot fog jelenteni az illető életében. Na most van egy olyan, hogy Dabin-Johnson-szindróma. Itt azt jelenti, hogy károsodik az enzim képzési mechanizmusa és a hatékonysága. Ezt még úgy is hívták, hogy enzimopátiás ikterusz, mert van enzim, de mégse hat úgy, ahogy kéne. Amint itt látjuk a jobb oldali képen, itten ez egy szövettani kép, a szövettani képen is a máj barna pigmentekkel van tele, a máj sejt, és makroszkóposan is, tehát ha laparoszkóppal benéznek az ember hasi bőre alá, akkor azt látják, hogy megváltozott a májnak a színe, idézőjelben az ilyet csokoládé májnak is szokták nevezni. Persze semmi csoki nincsen benne, csak pigmentsejtek vannak, és hát kemény tünetei vannak, mert ugye keserű íz lesz az ember szájában, természetes, hogy be is sárgul, a máj szépen megnagyobbodik, és jobb ordai alatti fájdalmai lesznek az illetőnek. Miért? Mert az epe kivezető csatorna konfliktusok fázisban és epileptoid krízisben is fájnak. A bilirubin szint magas, étvágytalan, aztán jön az epileptoid krízisben mindig a hányás meg a kólikás fájdalom. Ami érdekes, és itt szakirodalomból ezt kirántottam ezt a mondatot, hogy az iráni eredetű zsidó körében a májbetegségek 70%-a a Dabin-Johnson-szindróma. Hoppá! Akkor itt öröklődésről van szó, vagy esetleg egy lemásolt viselkedés mintáról. Mert hogyha ezek az aranyos közel-keleti emberek egyfolytában bosszankodnak azon, hogy mennyi volt a bevétel, mennyi volt a kiadás, és mennyi maradt,
És ez az anyagiakban való elmerülés, állandó bosszankodás tárgyát képezi, akkor, és ebben nőnek fel a gyerekek, és ezt adják tovább, ezt a viselkedési mintát, ez az életüknek a lényege az anyag, akkor ne csodálkozok rajta, ha náluk ez speciálisan sokkal magasabb arányban fog megjelenni, mint más kultúrákban. Miről szól a lényeg? Arról szól, hogy függő gyógyulásban maradtunk. Van egy másik része, a Rotor-szindróma, egy terzenzinkárosodás kisebb, mint a Dabin-Johnson esetében. Itt nincsenek pigmentek és enyhébbek a tünetek, természetes, ez ebből következik. De ne feledjük el, hogy a lényeg itt van, és tessenek elgondolkodni, ide rakok egy felkiáltó jelet. A családban ki volt az, aki egyfolytában robbanékony volt, és bosszankodott, és ellenszegült a dolgoknak, és állandó epe problémája volt, vagy éppenséggel cukorbeteg is lett. Nálunk úgy tanították még, hogy akinek a gamma GT-je, tehát a májenzimek felszaporodnak, az az alkoholtól van. A gamma GT kifejezetten. Találkoztam én olyan idős hölgyel, aki életében egy kortypiát nem nyelt le, mert elég volt, amit a férje lenyelt, de ő bosszankodott. A férje ivott, ő meg bosszankodott, és az ő mája sokkal jobban tönkre ment, mint a férjének, aki alkoholt fogyasztott. Szóval a bosszankodás az egy nagyon, de nagyon megfontolandó dolog, mert lesznek belőle problémák. Van egy olyan aranyos dolog, hogy újszülött kori sárgaság, itt ez ugye a sárgább baby, a jobb oldali. Miről szól ez a történet? Nem pont arról, amit a interneten elolvashatunk, itt arról van szó, hogy túl korán vágták el a köldökzsinort, amit az újszülött bosszankodással élt meg. Az a kicsi drága már tud bosszankodni. Ki gondolta volna? Sőt, még a méhen belüli életben is tud bosszankodni. Mert nem az számít, hogy egy gyerek mennyire kicsike, hanem az számít, hogy mit él meg. Az ő számára is az egyetlen megélés, az egyetlen valóság a saját megélése. Na most akkor csökkenni fog az étvágya, a szopási készsége is, és a szoptatás közben elalszik. Akkor beszélünk újszülöttkori sárgaságról, ha a sárgaság kitart 2 hétig. A legtöbb esetben 3-6 nap alatt eltűnik a sárgaság, és akkor ezt kérem fiziológiás újszülöttkori ikterusznak nevezzük, mert ez úgyis megoldódik. De a lényege az, hogyha besárgult a baba, akkor valószínű, hogy túl korán vágták el a köldökzsinort, nem volt elég türelme a szülészetnek ahhoz, hogy ott üljön a gyerek még az anyukának a hasán, és elmúljon a köldökzsinorban a pulzáció, vagyis a pulzus, a lüktetés, és ez egy komoly problémát fog okozni akkor a gyereknél. Őnála is az Oddi-féle záróizom görcse fog fellépni, ez hozza létre a sárgaságot, és ugye újszülöttnél a már 340 mikromol per liter szint fölé emelkedik az indirekt bilirubin szint, akkor ez az egész létrejön. A terhességi toxémia az viszont már egy nagyon komoly, életveszélyes állapotot jelent, vagy jelenthet. Attól függ, hogy milyen súlyosak a tünetek. Angol szavakból összerakva HELLP szindrómának is nevezik, mert a H betű a hemolízisre utal, vagyis a vörös vértestek szétesésére, és ugye ebből következik, hogy laborban a hematokrit szint csökkenni fog, vagyis fellép az anémia. Az EL az azt jelenti, hogy a májenzimeknek az emelkedése, itt van angolul is
leírva. És itt bejön a májenzimekből a laktát dehidrogenáznak, az aszpartát aminotranszferáznak, és az alanin aminotranszferáznak a szintemelkedése, valamint az összbilirubin szint is nagyobb lesz, mint 20 mikromol per liter, ugye a normál szint az 20 mikromol per liter lenne. Harmadik pedig összetevő az, hogy alacsony lesz a vérlemezke szám. A vérlemezke szám, itt látom, hogy sikerült elírjam, egy gépelési hiba történt, bocsánatot kérek, tehát a 150 ezer alatt lesz a vérlemezke szám, és ez azt jelenti, hogy a vérzékenység fokozódik. Na most a SOTÉ-nek a statisztikai kimutatását átnéztem, ott Mississippi standardizálás szerint három csoportba osztották a terhességi toxémiával megfigyelt hölgyeket, és a 19. héttől a 39. hétig terjedő időszakban előfordult terhességi toxémia, és hát érdekes dolgokat lehetett ebből megfigyelni, de az, amit ilyenkor a szülészetem, a hölgy és a újszülött védelmében elkészítene, elvégeznek, kérem szépen, az egy hős tett. Egy ilyen terhességi toxémiát nem lehet a nappaliban megoldani. Ez egy életveszélyes állapot, ezt tessenek megérteni, ez kórházi ellátást igényel. A vérnyomás kiugrik, és a 140 per 90, ez az alsó szint, ami már a véscsengőt megbillenti, de ez sokkal magasabbra is felmehet. A vizeletben fehér jelenik meg, vagy csak mikroalbuminúria, de kimut masszív fehérjeürítés is megjelenik. Az 5 g per nap is előfordul, és bemutatkozhat az oligúria, vagyis a vizelet mennyiségének a fél liter alá való csökkenése. Nos, ezek a tünetek, aki már ismeri a germán gyógytudományt, egyértelműen utalnak a konfliktusokra. Azt tudnunk kell, hogy miért lép föl ez az egész. A várandóság is a Hámeri iránytű szerint zajlik. Az első 3 hónap a várandóságból, az a szimpatikus idegrendszer túlsúlya alatt van. Mondhatnám, hogy ezt nevezném konfliktus aktív fázisnak. Aztán a következő 6 hónap, amikor már minden szerv kialakult és tömegében nő a magzat, ugye, onnantól kezdve a mély vagotónia uralkodik a női szervezetben, leáll minden anyai betegség, legyen szó rákról vagy bármiről, tehát nincs. Az tudott dolog, hogy a terhességnek van egy karcinosztázis hatása, leállítja a működő rákot. És még hallani fogunk olyanról, hogy le tudjuk állítani a működő rákot, és nem kell várandósnak vagy terhesnek lennünk. Szóval. Ez alatt az idő alatt a nőben lévő programok leállnak, mert mi a fontosabb? A fajfenntartás. És a biológia fajfenntartás érdekében dolgozik, ahogy ezt már a bevezetőben tisztáztuk. Az epileptoid krízisben viszont megjelenik minden, ami ugye a konfliktus aktív fázisban a nő életében megtörtént. Egyszerre kerül megoldásra egy csomó program. És akkor tisztázzuk, hogy mi. A bosszankodás miatt emelkednek a májenzimek, és ugyanakkor zuhan a vércukorszint is. Az önleértékelés megoldása az epileptoid krízisben azt jelenti, hogy újra kialakul az anémia. Az alacsony vérlemezke szám is az önleértékelés kapcsolatos konfliktusnak a jele. Ha megnézzük a csont és vérképzésről szóló előadást,
akkor minden részletet meg fogunk érteni, nem megyek bele. Csak megnevezem a problémákat. Tehát bosszankodás, nagyon súlyos önértékelés, és jön a vese, ahol megérem a teljes magányt, egzisztenciális konfliktust, nem egy esetben a várandós anyát, a kedves partnere akkor hagyja el, amikor bemegy a szülőszobára, vagy előtte megtörténik az, hogy elhagyja, és akkor felvállalja ő, itt ismerek olyan hölgyet, és minden elismerésem, hogy 14 évesen felvállalta az elsőszülött gyerekét, és bevállalta mindazt a poklot, amit meg kellett élnie még a szülői házban, azért, mert ezt a szerelmének a magzatát világra merte hozni. Minden elismerésem. Tehát azt szeretném megmagyarázni, hogy amikor a szülésbe, a kitolási szakaszba kerültünk, ez biológiailag azt jelenti, hogy epileptoid krízis, és belépnek az anyjának az addig megoldatlan történetei. Tehát magányosság. De ott van a fehérjevizelés is, ami az addigi fel nem oldott nefritis szindrómának a megjelenése, és még van egy csomó más is, mert ugye mellkasi fájdalom, tüdőembólia, ez ugye jobbkezes hölgynek azt jelenti, hogy szexuális konfliktus megoldása, látászavarok jelennek meg, mert addig, amíg a magzata fejlődött, az is le volt állítva. A vérnyomás epileptoid krízisben természetes, hogy kiugrik, magas lesz, és akkor feltesszük a kérdést, hogy de minek azt mondja, hogy 19 és 39-es hét között. Tehát itt azért 27-nyi szórás van. Mi fogja eldönteni, hogy valakinek a 20. hétben, vagy a 30. hétben jelenik meg ez a terhességi toxémiája? Hát tegyük fel a kérdést, nem? Logikus. Nos, akkor, hát hogy mondjam, konzultációkból is tudom, meg hát ismerve a biológiát is tudom, hogy azok a várandós hölgyek, akik hát szexuális játékokban részt vesznek, és nagy Isten eljutnak egy mámoros állapotig, mert az már egy nem igazi orgazmus, de eljutnak egy mámoros állapotig, ezzel veszélyeztetik a várandóságukat, vagyis a magzatjukat. Mert beindul egy epileptoid krízis, tudjuk, hogy az orgazmus az epileptoid krízist jelent, és a biológia pedig beindítja a koraszülést. Vagy beindítja az addig leblokkolt programoknak a megoldását, és jön a terhességi toxémia, és akkor mentsük meg az anyát, meg a gyermeket, és jön a császármetszés. Sürgősséggel. És életveszélyes állapotról beszélünk, tehát itt még egyszer megemelem mindent kalapomat, mind a hét kalapomat a kollégák előtt, akik elkövetnek mindent, hogy anyát is, meg a gyereket is meg tudják menteni. Elnézést az állati hasonlatért, de a csordán belül a vemhes tehenet a bika soha meg nem kergeti. Ezt remélem mindenki el tudja fogadni, de ha nem, akkor tessenek kimenni, és tessenek megnézni. Tehát a várandós nő az már nem a szexualitásról álmodozik, hanem a babájával kéne foglalkozzon, és ez lenne a lényeg, hogy közben mindent megtegyen, hogy meglegyen a saját lelki békéje, és ezáltal a babának is megfelelő fizikai és érzelmi környezetet biztosítson a fejlődéshez. Ez lenne a lényeg. És akkor megértjük azt, hogy miért lenne fontos hallgatni az eredeti My Student Mayhem-t, amit itt láttam, kérem szépen. Ez az eredeti. Ezt küldöm át mindenkinek, aki kéri levélben, és ez pedig felejtős, ez az, amit az internetről lehet letölteni. Azt tessenek szépen kitörölni. Az eredetit megtetszene kapni, itt van a Hámer doktor könyvéről készült fényképen, benne az eredeti CD, és erről kapja meg mindenki,
e-mailben ingyen ezt az ajándékot. Mert mit tud csinálni ez az ajándék? Ha valaki várandóság alatt hallgatja, akkor fájdalom nélkül fog szülni. Kérem szépen, nem csak Hammer doktor könyvében van erről esetismertetés, és erről van előadás, a terhességi pszichózis és konstellációról szóló előadásban, hanem már a mi anyagunkban is van olyan visszajelzés, ahol a hölgy a más studenten mégként hallgatva minden fájdalom nélkül teljesen lazán otthon megszült, minden komplikáció nélkül. Tehát a várandóság arról szól, hogy valami jót várok, mint mondjuk adventben várom a fény születését. De aki terhességként éli meg a várandóságát, az ne csodálkozzon azon, ha félelemben van 9 hónapig, nem fejlődik a magzat rendesen, gyógyszeresen beavatkoznak olyan dolgokba, amiben nem kéne. Nem akarom itt most a szülészeten történt dolgokat kommentálni, de nagyon megrázó, és nagyon, hát hogy mondjam, orvoshoz nem illő magatartásokról is tudok, amik megtörténnek szülészeten. Én úgy gondolom, hogy ezt a csodát, a gyerek születését, ezt a legkivételesebb esetben kellene csak kórházi körülmények között megcsinálni, mert ez egészen még a medicina nem jutott el oda, ahol most tart, mindig otthon történtek meg a dolgok. Vannak komplikált esetek, 2-4%-ban, ezek mindig orvosi ellátásra szorulnak, de hogyha egy anyukának a várandósága teljesen normálisan zajlik le, nyugodt lelki állapotban, babájával van elfoglalva, akkor ott nem kell számítani semmi komplikációra. Amikor bosszankodásról beszélünk, és ég a gyomrom, és csipked a jobb oldalt az epén, és hallgatnám a más studenten mélyként, akkor azt látjuk, hogy a más studenten mélyként képes letranszformálni azokat a programokat, amelyek a piros mezőbe tartoznak, azért van ez itt végig, piros betűvel írva. Viszont, ha szarul érzem magam, és elindítottam egy entodermális programot, vagy leírtam magam, elindítottam egy mezodermális programot, akkor ez itt satúféket nyom, és nem történik tovább a sejtszaporítás vagy a sejtsorvadás. Tehát az aktív rákot megállítja, ezt tessenek megérteni. Ekkora csodával bír az eredeti más studentemméken. A megoldást követő fázisba kezdem el hallgatni, mi lesz a helyzet. Optimalizálja, hogy a legrövidebb idő alatt történjen, zajlódjon le a program, és az epileptoid krízisen keresztül tolja az A fázist a B fázisba, tehát nem fogunk szenvedni az epileptoid krízis tüneteitől. Hát ez valami csodálatos dolog. Ez valami csodálatos dolog. De ne feledjük el, hogy nem oldja meg helyettünk a bosszankodást. És az optikai sín az azt jelenti, ha nincs feloldva érzelmileg, akkor bosszankodhatok tovább tudományosan. Néhány megoldási javaslat a tavalyi előadásból, ugye, hogy számolj előbb 10-ig, mielőtt megszólalsz, ezt mondta anyám, de helyette én azt javaslom, hogy jegyezzük meg ezt a varázsigét, hogy ez van. Ez van. Ez van. Ez van. Már megtörtént. Már nem tudok változtatni a tényeken. Már azon se tudok változtatni, ami ma reggel történt. Meg ami egy órával ezelőtt történt. Érthető? Akkor fogadjam el, hogy ez van. Tehát ez van, ez az elfogadásra utalna, és hogy megjelenjek a pillanatban, hogy most már kívülről tudjam nézni. Ne azonosuljak azzal a szituációval, azzal a helyzettel, amiben belepottyantam, hanem külső szemlélőként megnézem, hogy na mi is történt akkor valójában.
Hát ez történt. Jó, hát ez van. Oké, megkeresem, hogy én most ebben a helyzetben kiszolgáltatott áldozatnak érzem magam, vagy megmentőnek, vagy bűnbaknak. Lásd, tanfolyami anyag. És kilépek a megfelelő szerepekből, ugye a megfelelő kilépő kulcsokkal. És mi okozza az én problémámat? Mindig az okozza, valami nem úgy történik, ahogy elképzeltem. Mert ugye, ha az életben minden úgy történne, hogy én ezt megálmodtam. Ugye, drágám, ott ül a sarokban, és figyel. Szóval, ha úgy történne minden, akkor volna valami probléma. Hát akkor oly csodás lenne ez az élet. Tehát nem erről szól. A lényeg az, hogy megértsük, hogy az elvárásaimat kellene egy kicsit átírnom, és akkor a konfliktust is le tudnám zárni. De miért vannak nekem elvárásaim? Azért, mert félelmekkel vagyok teli. Ki nem mondott, meg nem fogalmazott félelmeim vannak, de vannak elvárásaim. Viszont ha felteszem a kérdést, hogy mi történik legrosszabb esetben, ha valami nem úgy történik, ahogy én azt elképzeltem, akkor mindjárt megtalálom a félelmemet, és félelem feloldással szintén a 3 napos képzéssel foglalkozom. Na most már, ha megnyugodtam, az egy nagyon jó dolog, de tovább kéne kutatni, ugye, és megkeresni a tanítást a történetekben. Erről szól a 222. webkonferencia, az újrakezdés új alapokon minden nap egy új lehetőség. Megkeressük a kakiban az aranyat, ott azt mondtam. És ha még a humort is megtalálom egészből, és tudok viccet csinálni, ugye, amit mondtam, nem azzal kezdjük, hogy ha korog a gyomrom, és hangosan korog, hogy hangtompítót teszünk be a valahova, hogy ne hallják, vagy bedugjuk a többieknek a fülét, ez már is egy olyan könnyed hozzáállást jelent, ami azt jelenti, hogy nem fogok mély dolgokat megélni, és nem fogok nagy konfliktus tömeget elindítani. Aztán legyek megértő a konstellált emberekkel, mert vannak konstellált viselkedés zavarral, változással élő emberek, akik azért viselkednek úgy, mert van két feloldatlan félelmük. Egyiket feloldják már vége a konstellációnak, ez egy külön történet, és utána hozunk egy döntést, hogy jobban figyelek. Jobban figyelek önmagamra is, hogy mikor zárom le a programjaimat, és jobban figyelek másoknak a nyomógombjaira. Ha nem tudok segíteni azon, hogy feloldja a konfliktusát, akkor legalább ne piszkáljam, és fogadjam el olyannak, amilyen. A megelőzés és terápiás lehetőség tárgyköréből néhány gondolatot hoznék, mégpedig azt, hogy ha megismertem az 5 természettörvényt, én úgy gondolom, hogy nyugalmat ad mindenkinek, mert tudom, hogy a biológiám az ugye nem ellenem, hanem értem dolgozik éjjel-nappal. Ha benézünk a tükörbe, ott fogjuk találni a legcsodálatosabb és a leghűségesebb szolgánkat, barátunkat, társunkat, tessék nevezni, aminek akarják. Ez az a biológiai lény, aki mindig a túlélésért küzd, neki van személyigazolványa, jogosítványa, adókártyája, lakcímkártyája és egy csomó mindene, de ez a biológiai lény mindig a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd. Ne feledjük el, ameddig én ezzel a csupán ezzel a biológiai lényel azonosulok, aki ott ül az orvosi táskán, addig mindig lesznek futóprogramjaim, innen lehet válogatni a táblázatból. Jó lenne identitás konfliktusunkat egy magasabb szinten megoldani. Na most, ha megnyugszom az 5 természettörvény ismeretében, akkor már nem fogom lemeríteni a tartalékaimat, vagyis nem indítok el újabb és újabb külön programokat, amire különben semmi, de semmi szükségem nem lenne. És nagyon lényeges lenne, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, ha ezt betartanánk, akkor krónikus betegségeink nem lennének.
Ha a tüneteinket el tudnánk fogadni, már nem is fájna annyira, mint amennyire fáj, mert ahogy én szenvedek, nem szenved úgy senki, nagy lemezt, ha feltesszük, akkor garantáltan a vizet is be fogjuk gyűjteni arra a területre, ahol éppen gyógyulunk, és ha valakinek egy máj programja van, akkor nyilvánvaló, hogy a hasa tele lesz vízzel. A germán gyógytudomány tehát alap a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez, mert az, amit betegségeknek neveztünk, vagy neveznek még mindig, azok nem azoktól a dolgoktól függnek, amire mutogat a medicina. A fel nem oldott érzelmi konfliktusok száma fogja meghatározni, és azoknak a konfliktus aktív hossza fogja meghatározni, hogy valójában a megoldás követő fázisban mennyire fogok én szenvedni. És ha túl sok konfliktust halmozunk fel, ugye akkor ez még a viselkedésünket, a személyiségünket is befolyásolja. Szóval a germán gyógytudomány valóban tudomány, mert reprodukálható. Ne felejtjük el, hogy a tudomány az, ami reprodukálható, vagyis ugyanúgy történik meg mindenkivel a világban, függetlenül, hogy milyen templomba jár, milyen nyelven beszél, vagy éppenséggel milyen a bőrszíne. Teljesen független ettől. Tehát itt valóban tudományról beszélünk, csak hogy nem mindegy, hogy megoldjuk érzelmileg a DHS-t, vagy szenvedek tovább tudományosan. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és kérem, hogy a fórumban először, ha lehetséges, a témával kapcsolatos kérdéseket tegyük föl.